Szia Anna, szép estét azoknak, akik megérkeztetek. Ahogy szoktuk, hétkor pontosan el fogom kezdeni, jó? Addig megvárjuk, hogy mindenki becsatlakozzon. Jó látni. Szia Rudi! Havasi Attila, sok régi kedves ismerős, sziasztok! Jó látni a neveket, jó az a Facebook, jó az a Facebook Live, hogy ennyi régi kedves ismerőssel össze lehet itt futni. Kötelezi is az embert arra, hogy okosabbat és szépeket mondjon. No, van egy pár percünk, és akkor belevágunk. Szia, Rudi! Hello! Gyenge a hangerő, majd hangosabban fogok beszélni. Ígérem, ez lesz a maximum hangerő, amit majd fogok tudni produkálni, mert most nem a telefonomról csinálom, hanem az asztali gépről, és ezért egy szép estét Veronika, majd hangosan fogok beszélni, ígérem, és szerintem azért igen gyenge a hang. Igen, ennél hangosabban nem fogok tudni beszélni sajnos, majd idővel azért még a technikai dolgokon fejlesztek, jó? Ígérem nektek. No, akkor vágjunk is bele a ma esti témánkba. Ugye úgy volt meghirdetve ez a ma esti Facebook élő live, hogy arról fogok beszélni, hogy miért ragaszkodunk a függőségünk tárgyához. Ugyanis ugye azt tapasztaljuk, hogy nagyon sokan, akik leszoknak, azok esetleg egy idő után visszatérnek a függőségbe, vagy van olyan, aki egyáltalán nem is indul el a leszokás útján, annak ellenére, hogy pontosan tudja, hogy a függőség az mennyire káros. Ugye ezzel nem nagyon kell sokat filozofálnunk, ezt pontosan tudjuk, hogy a függőségek azok mennyire pusztítóak, mennyi gondot okoznak, mégis emberek elképesztő módon tudnak ragaszkodni a függőségeikhez, de még akár mondhatjuk azt is, hogy egy rossz párkapcsolathoz, egy mérgező kapcsolathoz, egy rossz munkahelyhez, ám mondjuk talán a munka az ide annyira azért nem passzol, de hogy fontos az, hogy látjuk, hogy emberek nagyon tudnak ragaszkodni olyan dolgokhoz, ami őket pusztítja. Ugye a függőség kapcsán evidensnek tűnik az, hogy azért nem képesek emberek elengedni a függőségi tárgyát, hogyha mondjuk kémiai szerekről van szó, mert az egyértelmű fizikai függőséget okoz. Tehát ugye van egy fizikai függőség, és hogyha nem használok, akkor egyszerűen rossz a közérzetem, szenvedek, tehát muszáj innom ahhoz, hogy jól érezzem magam. Ugye tudjuk, hogy a fizikai függőségnek egy stádiumában már az ember nem azért viszik, hogy jól érezze magát, hanem hogy egyáltalán jó, embernek érezze magát. Tehát nem a pluszra megy, hanem az alapszintig tud eljutni a szerhasználat révén. De most nem erről szeretnék beszélni, mert ez viszonylag egyértelmű. Tehát, hogyha van egy nagyon súlyos, mondjuk olyan alkoholfüggő, aki minden reggel már itallal kezdi, remeg a keze, hogyha nem iszik, verejtékezik, feszült, ingerlékeny, akkor teljesen nyilvánvaló, hogy ő azért nem tudja ezt elengedni, mert a kémia az működik, és a szervezete követeli. Tehát erről nem kell túl sokat beszélni, azt gondolom, hogy ez evidens, és ez a cím, amit itt a mai beszélgetésünk, vagy a live kapcsán kiírtam, azért ez nem is erre vonatkozik, hanem egy lélektani magyarázatot szeretnék adni arra, hogy miért ragaszkodunk a függőségeink tárgyához. De megint zárójelbe el kell mondanom, hogy amit most fogok mondani, az egy lehetséges magyarázat, ez nem a magyarázat. Ugye itt a live-ok kapcsán ez fontos, hogy én ilyen gondolatmorzsákat, ilyen tudásmorzsákat adok át nektek, tehát ugye ez nagyon fontos, hogy árnyaltan kell nézni, és sok elemből áll össze azért a függőség, tehát nem szeretném nagyon leegyszerűsíteni, és azt mondani, hogy ami most itt elhangzik, az a magyarázat, jó? Tehát ez nagyon fontos. No, az embereknek van egy nagyon erőteljes vágyuk, ez pedig a biztonság iránti vágy, az állandóság iránti vágy, hogy a dolgok kiszámíthatóak legyenek.
Mi emberi lények akkor érezzük magunkat biztonságban, úgy tudunk tájékozódni, hogyha vannak fix pontok. Szükségünk van arra, hogy tisztában legyünk azzal, hogy pontosan mi micsoda. Tehát nekem tudnom kell az, hogy ez egy telefon. Most, hogyha ez egyik pillanatra a másikra valami más tárgyá alakulna át, vagy másképp, akkor nem zavarna nyilván. Ugye? Tehát ez evidens, hogy nekünk embereknek szükségünk van tájékozódási pontokra, ez ad számunkra biztonságot. Ez a biztonság iránti vágy, ez egy nagyon egyszerű okra vezethető vissza, ugye mindnyájan egy másik emberből nőttünk ki, az édesanyánkból. Ugye, amikor elkezdtük földi pályafutásunkat, akkor úgy néztünk ki, hogy beágyazódtunk az anyamé falába, elkezdtünk osztódni, és akkor szépen kinőttünk belőle, és akkor lett abból egy csodálatos kis baba. És ugye nagyon fontos azt tudjuk, vagy itt kiemelni, hogy be voltunk ágyazódva. Tehát volt egy nagyon szoros kapcsolat egy másik emberi lényel, ahogy elkezdtük a földi pályafutásunkat. És ez egy nagyon erős egységélmény, egy állandóság élményt ad. Van egy kapcsolat. Ugye az anya méhen belül állandó hőmérséklet van, vízben vagyunk, ott azért biztonság van, nyugalom van. Tehát mindnyájan, jelen pillanatban egyébként, vagy hogyha a technológia fejlődik, akkor lehet, hogy lombikból is ki tudunk nőni, mert ugye a lombik Davidnél is visszaültetik a megterménkeinket, tehát a sejtet, tehát nem üvegben növünk ki, tehát ugye ma még minden ember egy másik emberből nőtt ki, ezért nagyon fontos az az állandóság, az a kapcsolat élmény, ami ide vezethető vissza. Na most viszont, amikor ugye megszületünk, világra jövünk, akkor a változással találjuk szembe magunkat. Megszűnik ez a kapcsolat, belekerülök egy kiszámíthatatlan világba. Onnantól kezdve el kell kezdenem felépítenem az én kis kiszámítható világomat. Ugye ideális esetben a környezet megadja a biztonságot, megadja a kapaszkodókat, megadja azt a fajta kvázi anyami állapotot, ami korábban volt, és akkor egy egészséges személyiségfejlődés alakul ki. Ha ezt nem kapjuk meg, akkor egyébként komoly kapcsolati kötődési gondok lehetnek, ami aztán később függőséghez vezethet. Ebben most nem szeretnék annyira belemenni, inkább azt szeretném itt hangsúlyozni, hogy az életünk további részében hogyan alakítjuk ki számunkra a biztonságot, mi jelenti a legnagyobb biztonságot számunkra. És ezek nem mások, mint a meggyőződéseink, az elveink, az elképzeléseink, a hiedelmeink, mondhatjuk ezt akárhogy. Tehát ahogy növünk fel, különböző tapasztalataink révén elkezdünk bizonyos dolgokat lerögzíteni a tudatunkban. És például azt mondjuk, hogy ez egy toll. Vagy én azt mondom, hogy nekem nagyon fontos, hogy sok barátom legyen. Nem mindenki mondja ezt. Vagy valaki azt mondja, hogy ő egy városban szereti leélni az életét, míg mások azt gondolják, hogy ők szeretik bejárni a világot. Ugye az életünk több dobozra osztható fel. Lényegében talán azt hiszem ötre. Ugye vannak olyan gondolataink, amik önmagunkkal kapcsolatosak. Vannak olyan gondolataink, amik a munkával kapcsolatosak, a szabadidővel, az egészséggel, barátok doboz is lehet az életünkben. Tehát az életünk különböző területén rendelkezünk meggyőződésekkel, hiedelmekkel. Ezekre azért van szükségünk, mert így tudok tájékozódni. És ugye ezek adnak számomra egy olyan fajta lelki biztonságot, ami alapján el tudom dönteni, hogy most amit csinálok, az helyes, helytelen. Na most tegyük föl, hogy én olyan meggyőződésekre teszek szert, amik szerhasználathoz vezetnek. Tehát például azt mondom, hogy én úgy gondolom, hogy társaságban akkor tudok kellően ellazulni, hogyha előtte iszom valamennyi mennyiségű alkoholt. Vagy a szexuális teljesítményemet úgy tudom fogozni, hogyha fogyasztok, a szorongásomat oldom vele, vagy éppen kreatívvá tesz, vagy egyszerűen csak azt gondolom, hogy mondjuk az ünnepekhez hozzá tartozik, hogy kocincsunk egy jó pohár borral. Elképesztő mennyiségű, pici, apró ilyen elmélettel rendelkezünk, és vannak ilyen hiedelmeink. De ugyanezt gondoljuk a munkáról. Például valaki azt gondolja, hogy a munkahelyről nem szabad késni. Van, aki úgy van vele, hogy 10-15 percnyi késés, az mondjuk belefér. Van olyan, aki retteg a főnökétől. Van, aki azt gondolja, hogy mit érdekel engem, hogy a főnököm mit gondol, én csinálom a dolgomat, a kirúg, majd lesz más munkahelyem, stb. Rengeteg ilyen
példamondatot találhatnánk, ami alapján az emberek az életüket élik, ami alapján az életüket szervezik. Na most az a tapasztalatom, hogy a függőségünk távjához pont ezért ragaszkodunk. Mert tulajdonképpen a gondolataink, a hiedelmeink tartják fent az én viselkedésemet. Tehát elképzelhető az, hogy mondjuk én felismerem, hogy a túlzott alkoholfogyasztásom az nincs jól, nem tesz jót a házas életemnek, vagy mondjuk a munkám rovására megy, vagy éppen az egészségem rovására, egyre kevésbé vagyok energikus, kimerülök hamar, nagyon elfáradok, és ezt felismeri az egyén. És elkezd dolgozni azon, hogy abba adja. Egy ideig abszinens, egy ideig nem használ, nagyon örül mondjuk a józanságának, aztán egy idő után mégis visszajön. És nem érti, hogy ez miért következett be, vagy a környezet sem érti. És ilyenkor jön be a tanácsadónak a szerepe a munkája, aki elkezdi elemezni, hogy hogyan is gondolkodik alapvetően az a használó önmagáról, a világról, a függőségről, a felépülésről, mit gondol arról, hogy hogyan érdemes emberekkel kommunikálni. Épp ma volt itt egy ügyfelem, hát illetve ezt elég sok ügyfelem elmondja, hogy egyszerűen nem értem az embereket. Van egy olyan gondolata, hogy az emberek kiszámíthatatlanok. Van egy ilyen meggyőződése. Na most tegyük föl, hogy te vagy a szeretted le akar szokni az alkoholról. Felismeri, hogy neki problémát okoz, egy csomóból kifolyólag abba hagyja, tiszta egy ideig, viszont a munkahelyén egy csomó csalódás éri. Mert ő azt gondolja, hogy az emberek kiszámíthatatlanok. Ebből indul ki. Számára az egy alaptétel, olyan, mint az egyszer egy. Az emberek kiszámíthatatlanok. Na most ő ebből az alapból indul ki, és minden munkai konfliktusa, feszültsége az ebből fakad, mert ő nem azt gondolja, hogy ha én akarok, akkor egy embert kellőképpen megismerhetek ahhoz, hogy ki tudjam számítani az ő reakcióit és viselkedését. Ugye ez egy teljesen ellentétes gondolkodásmód, mint amit ő alapvetően gondol. Ha ő ezt a gondolatát, hogy az emberek kiszámíthatatlanok, nem finomhangolja, nem változtatja meg, akkor ez nagyon könnyen visszavezet a korábbi szerhasználathoz. És tulajdonképpen ez abban nyilvánul meg, hogy ő nem engedi el a függőségének a tárgyát. Tehát, hogyha az a kérdés, hogy emberek miért nem engedik el a függőségük tárgyát, az azért van, mert bizonyos gondolataik, mint egy horgony, lehorgonyozzák a viselkedésüket. És ahhoz, hogy ezt a hajót szabaddá tudjuk tenni, hogy megint tudja járni az óceán, ahhoz ezt a horgonyt fel kell húznunk, azaz meg kell fejtenünk minden egyes olyan korlátozó hiedelmet, ami az abstinenciát segíteni, vagy mondjuk úgy, hogy nem korlátozó hiedelem, hanem az a meggyőződés, ami fenntartja azt az adott viselkedést. Mondok konkrét példákat, ami mondjuk nagyon gyakran megjelenik szerhasználókkal, hogy hogyan gondolkodnak a fájdalomról például. Nagyon sajátos módon tudunk mi függők a fájdalomról gondolkodni. Nagyon sok szerhasználó kliensemtől hallom, hogy azt mondja, hogy nem tudom elviselni a fizikai fájdalmat. Számomra a szenvedés elviselhetetlen. Ebből indul ki ez az alapgondolat. Vagy azt mondja, hogy ha én beteg vagyok, akkor engem ápoljatok. Míg a másik részének azt mondja, hogy ha beteg vagyok, akkor én egyedül akarok szenvedni, és hagyjatok engem békén. Tehát a fájdalommal kapcsolatos hiedelmeik azok nagyon markánsan megjelennek, és ez egyértelműen kihat arra, hogy hogyan viszonyulnak a szerekhez. Ha én azt mondom, hogy a fizikai fájdalmat nem tudom elviselni, a számomra a legborzalmasabb dolog a világon, akkor hogyha egy ideje abszinens vagyok, mert leszeretnék szokni, és bejut egy fájdalom, mondjuk egy uvula műtét, ami nekem volt nem olyan régi, a torkunkban középen van az a hindi-lindi, nekem azt lézerrel levágták nem olyan rég, mert alvási apnoém volt, sokat horgoltam, és mondták, hogy ez egy célszerű műtét. Ez nagyon komoly fizikai fájdalommal járt, utána a felépülési szakaszban gyakorlatilag egy két hétig égő maró fájdalom volt a torkomban. Na most, hogyha valaki nem olyan rég hagyta abba a használatot, akkor egy ilyen fizikai fájdalom hatására nagyon könnyen nyúl mondjuk olyan fájdalomcsillapítókhoz, amik addiktívak. Tehát mondjuk azt mondja, hogy hát most az, hogy én beveszek erre a fájdalomra egy kis szanaxot, ebből tulajdonképpen nem lesz gond. Tehát ő mondjuk nem azért, mondjuk a szanax nem kifejezetten fájdalomcsillapító, de értitek a hasonlatot.
Tehát nagyon könnyen a fájdalom tűrő képesség például meghatározza azt, hogy az adott egyén vissza fog-e esni, vagy nem. Mert hogyha azt mondja, hogy én nem bírom elviselni a fájdalmat, most teljesen jogos, hogy én mondjuk beszedjek valami durva gyógyszert, mert a fájdalmat el kell mulasztani. Egyébként a magyar népi gyógyászatban ugye a betegségekre ajánlják a pálinkát. Akkor maradjunk ennél a példánál. De rengetegszer lehet hallani, hogyha beteg vagy, akkor így áll egy kis pálinkát, ugye? Ez is már egy ilyen gondolati egység. Ha beteg vagyok, akkor ihatok, mert a nagymamám ezt tanította nekem. Egyébként nagyon sokszor akár a fájdalommal kapcsolatos hiedelmeink, vagy azzal, hogy az emberektől kérek-e segítséget, vagy nem kérek segítséget, az sokszor ilyen tanult dolgok alapján következik be, hogy nekem mit tanítottak arról, akár a szüleim, a nagyszüleim, hogy hogyan kell ezt kezelni. Na most, talán értitek, hogy függ össze azzal, hogy köt minket a függőségünk, tehát elindulunk a józanság irányába, bejön egy helyzet, az aktivál egy hiedelmet, egy meggyőződést, és hogyha nem vagyunk észnél, akkor ez nagyon könnyen visszaránt minket a korábbi szerhasználatunkba, mert összefügg vele. És utána értetlenül állnak az emberek, és kérdezik, hát hogy miért csinálja, nem értem. És bizony nagyon sokszor különböző függőségi viszonyok ezért maradnak fenn, mert egyszerűen úgy gondolkodnak bizonyos dolgokról, hogy azt fenntartja. Nézzük például ezt a segítségkérés dolgot. Ugye a függőségből való felépüléshez óriási jelentősége van az, hogy a környezet hogyan viszonyul hozzánk, mennyire támogató. De vajon rendelkezünk-e azzal a kompetenciával, hogy segítséget kérjünk? Elmerem-e mondani például felépülőben lévőként, vagy mondjuk dohányzásról való leszokóként, hogy ne ilyen nagyon durva függőségeket vegyünk, mert mondjuk az se egy kevésbé súlyos függőség, de mondjuk megígérem valakinek, hogy én leszokok a dohányzásról, elindulok ezen az úton, és aztán óriási küzdelmek, sóvárgás van bennem, legszívesebben újra rágyújtanék, kérek-e segítséget valakitől? Elmondom-e azt, hogy én most szeretném a fogadalmat felrúgni, vagy sem? Van olyan, aki elmondja, valószínűleg azért, mert ő azt tanulta meg, hogyha bajban vagy, akkor kér segítséget. Viszont nagyon sokan úgy gondolják, hogy nem kell segítséget kérni minden esetben, mert az mondjuk a gyengeségnek a jele, vagy éppen azt tanulta meg a szüleitől, hogy nem kap megfelelő segítséget. Lehet, hogy korábban kért segítséget sokszor, és az, ahogy próbáltak neki segíteni, az nem volt hatásos. Egyáltalán nem működött. Vagy lecseszték amiatt, mert segítséget kért. És aztán szépen kialakul egy olyan meggyőződés, egy olyan hiedelem, hogy nincs értelme segítséget kérnem, hiszen nem biztos, hogy én megfelelő választ fogok kapni. Tehát ezért nagyon fontos, hogyha mást akarunk segíteni a leszokásban, vagy mi magunk akarunk felépülni, akkor fontos tudnunk, hogy milyen ilyen alaphiedelmeink, meggyőződéseink vannak. Mert ha én ezeket észreveszem, hogy nekem bizony ez problémát jelent, hogy hogyan kérek segítséget, akkor ezen lehet dolgozni. Tehát mondjuk nem az a kérdés tehát, hogy iszom-e vagy nem iszom, vagy hogy mondjuk két pohárral iszok, vagy három pohárral, hogy mennyi ideig hagyom ki, mondjuk, hogyha egy évig nem csinálom, akkor újra kezdhetem-e. Tehát ezek nagyon félrevisznek, ezek technikai dolgok, ez a felület. El lehet ezen bíbelődni, mindenféle trükkök vannak. Sokkal inkább, sokkal fontosabb az, hogy milyen hiedelmeink vannak, milyen meggyőződéseink. De már az előbb utaltam erre, de ugye ezek az elképzeléseink önmagunkról, a világról, a segítségkérésről, a betegségekről, a gyógyulásról, ezek mind otthonról hozzuk. Ezek családi minták, családi örökségek. Nagyon sokszor ezekről nem is tudunk, hogy miért van az például, hogy én mindig, amikor beteg vagyok, kamillateát főzök, vagy miért van az, hogy valaki azonnal orvoshoz rohan, míg valaki ezt akár évekig elhúzza. Érdemes ezeket saját magatokra nézve felgöngyölni. Első lépésben először is érdemes megnézni, hogy milyen markáns hiedelmeink vannak. Amiket mondjuk általában úgy szoktunk megfogalmazni, hogy én ilyen ember vagyok. Most feltetném azt a kérdést nektek, hogy írja be egy pár ember, ha van kedvetek, hogy milyen emberek vagytok ti. Tehát ha egy szóba le kell írnod, hogy milyen ember vagy,
Akkor mit mondanál? Tényleg csináljunk már egy ilyen kis játékot így, hogy kicsit pihenhessek, mert ma nem mondom, mert hány kliensem volt, nem kevés, kellően fáradt vagyok. Jó, beraktam este hétre, fejben dőlem mégis. Igen. No, írtok egy páran, milyen emberek vagytok? Egy szó. Na, majd meglátjuk, hogy jönnek-e válaszok, ki olyan bátor, hogy merjen írni valamit, hogy milyen ember vagyok. Jó, azért addig folytatom, mert látom, nem záporoznak itt a változó ember vagyok. Oké, nagyon jó. Indulatos. Köszönöm. Na, még egy kettőt írjatok már, léci valaki, hogy milyen emberek vagytok. Szerencsétlen. Igen. Változó, indulatos, szerencsétlen. Őszinte, lobbanékony. Na, még egy akaratos. Jó, köszi. Akkor ez lelkiismeretes, nagyon jó, naív. Aha, köszönöm. No, hadd mondjam azt, hogy, vagy inkább kérdeznék, nem kell válaszolni, mert nyilván erre itt azért annyi, arra nagy lehetőség nincsen, de biztos vagyok benne, hogyha mondjuk az elszántat itt most kiszúrtam, vagy az őszintét. Na most, ha aki azt írt, hogy ő őszinte, feltenném azt a kérdést, hogy tapasztaltad-e már magadon azt, hogy őszintétlen vagy? Van-e olyan élményed magaddal kapcsolatban, hogy hazudsz, vagy letagadsz valamit? Biztos vagyok benne, hogy a válaszod igen. Feltehetőleg van olyan élményed magaddal kapcsolatban, hogy őszinte vagy, bizonyos helyzetekben, míg más helyzetekben őszintétlen vagy. Vagy keményfejű írta valaki. Biztos vagyok benne, hogy Péter, te tudsz nagyon ráhagyatkozó lenni, igenis át tudod adni az irányítást másoknak bizonyos helyzetekben, és bizonyos embereknek, bizonyos körülmények között. Vagy a felelőtlen írja valaki, biztos vagyok benne, hogy van olyan élményed magaddal kapcsolatban, hogy felelőtlen vagy, de ugyanakkor megfontolt is tudsz lenni bizonyos helyzetekben. Miért mondom ezt? Semmilyenek nem vagyunk, sem olyanok. Nem érdemes ugyanis magunkat azonosítani a gondolatainkkal. Amit itt csináltok tulajdonképpen, persze egy trükkös kérdés volt, hogy én milyen ember vagyok, az lényegében az volt, hogy azonosítottad önmagadat azzal, amit gondolsz, vagy amit érzel. De mi emberek nem vagyunk azonosak a gondolatainkkal és az érzéseinkkel. Talán az első valaki, aki írt ez a változó szó, az írja le legjobban azt, amit én ezzel kapcsolatban gondolok, hogy én nem vagyok semmilyen, sem olyan, hanem a körülményektől függően gondolkodom, és a körülményektől függően vannak különböző érzelmi reakcióim. Tehát, hogyha meg kéne fogalmazni, hogy én milyen ember vagyok, én egy olyan ember vagyok, aki képes arra, hogy így is gondolkodjon, úgy is gondolkodjon, tehát egy tulajdonképpen állandó, változó, alkalmazkodó emberi lény. Most ezzel szemben azt tapasztaljuk, hogy az emberek előszeretettel azonosítják önmagukat a gondolataikkal és az érzéseikkel. És ez adja azt a biztonsági érzetet, azt az illúziót, hogy tudok önmagamban és a világban tájékozódni. Na de hogyha ezek olyan érzések, például, hogy én indulatos vagyok, akkor eleve ezzel az alapkoncepcióval fogok belemenni egy helyzetbe, ami aztán eredményezheti azt, hogy én újra szerekhez nyúlok, és a függőségem ezen a ponton már bele is csúszott az életembe. Tehát nagyon fontos, hogy ne azonosítsuk magunkat az érzéseinkkel és gondolatainkkal, sokkal inkább az adott helyzetnek megfelelő értékeket, vagy érzéseket, gondolatokat vegyünk elő. Mindig az adott helyzetnek megfelelően gondolkodjunk. Ez egy elég nagyfokú rugalmasságot igényel, elég nagy gondolati készletet, tehát kellő mennyiségű gondolattal kell rendelkeznünk, kell tudnom gondolni valamit, és annak az ellenkezőjét is. Most mindenki röhög, valami vicceset mondtam. Na minden, örülök olyan a különböző reakcióknak. Jó látni ezeket az emojikat, amik feljönnek. No, jellemez magad egy szóval. Én, az emőke, ennyi csorba, jellemez magad egy szóval.
Oké. No. Tehát visszatérve, hogy ha kellően sokféleképpen tudok egy adott dologról gondolkodni, akkor ezzel tudom leginkább a függőségemet végleg kilőni és kiiktatni az életemből. Tehát a józan ember az a rugalmasan gondolkodó ember. Ez nem azt jelenti, hogy elvtelen. Ez nem azt jelenti, hogy nincs egy-két szilárd értékrendje, amit nagyon stabilan követne. Tehát azt gondolom, hogy vannak olyan dolgok, az én esetemben a hűség, a józanság, a családom iránti elköteleződés, azok olyan alapértékek, amiket soha nem fogok megváltoztatni. De vannak olyan gondolataim, amiket minden további nélkül felülírok, egyik pillanatról a másikra. Vagy az, amit gondoltam, akár a munkámban, vagy önmagammal kapcsolatban tegnap, az lehet, hogy ma már elavult, és ehhez nem akarok ragaszkodni. De visszatérve a családi hagyományokhoz. Ugye alakul az identitásunk, tanulunk, fejlesztenek minket, különböző mintákat követünk, és egyszerűen belénk programoznak hiedelmeket. Tehát, és ezt így mondják is egyébként, ha megfigyelitek, hogy kiadják parancsba. A rendes ember így és így gondolkodik, és így cselekszik. Erről ezt és ezt kell gondolni. Ez így van rendjén. Vannak ilyen nagyon kategórikus üzenetek, amiket belénk súlykolnak, és elhitetik velünk azt, hogy nekünk mindig ugyanazt kell gondolnunk. És ezért mi hajlamosak vagyunk a saját gondolatainktól függeni, és azt gondolni, hogy azok minden helyzetben minket segíteni fognak. Az igaz egyébként, hogy nagyon sokszor az, amit nekem a nagyi, az anya, az apa, vagy bárki, a barátnőm bármit mondott, az lehet, hogy sokszor segített engem, és támogatott, és jött egy tök jó eredmény. Tehát az volt az élményem, hogy igen, amit én gondolok, az helyén való. Hiszen mondjuk a munkámban előre léptem, vagy a párkapcsolatomban segít, vagy az üzleti életben, vagy a sportban. Rájövök egy technikára, és akkor ezen túl azt gondolom, hogy így és így érdemes csinálnom, és aztán működik. De biztos, hogy az, ami 5 évvel ezelőtt, 3 évvel ezelőtt, 10 évvel ezelőtt neked segített, az ma segíteni fog. Mert hogyha a függőségettől meg akarsz szabadulni, vagy másoknak segíteni abban, hogy megszabaduljon, akkor ezeket a gondolati egységeket kell feltérképezni. Én a munkám során a klienseimmel erre törekszem. Az a célom, hogy megértsem, hogy ők alapvető dolgokban hogyan gondolkodnak, miként gondolkodnak, milyen alapvető hiedelmekkel rendelkeznek. És amikor kiszúrok egy nagyon markáns hiedelmet, akkor segítem őt abban, hogy megkérdőjelezze azt. Tegyed fel magadnak azt a kérdést, hogy mennyiben igaz az, amit most gondolsz, és mennyiben nem igaz. És egyébként mi a legvalószínűbb, vagy mi az, ami a leginkább a realitáshoz közeli? Tehát megtanítom az ügyfeleinek, hogy mérlegeljék a gondolataikat, ne vegyék túl komolyan önmagukat. Az emberek hajlamosak arra, hogy kijelentenek valamit, és arra húznak föl egy várat. És meg sem kérdezik, hogy az alapfundamentum az helyén való-e. És akkor nem csoda, hogy a függőség visszakúszik. Jó? Tehát fel kell tudnunk térképezni, hogy mik azok a hiedelmeink, meggyőződéseink, amik markánsan a függőségenkkel kapcsolatban vannak. Ezeket egyébként nem tudom, hogy mi hogy csináljuk. Vannak ilyen munkafüzeteink. Ezt itt fordítva látjátok, ez egy visszaesés megelőzési munkafüzet, ez egy józanság munkafüzet, az a címe, hogy túl az alkoholon, alcíme, személyre szabott útmutató a sikerhez, a másiknak a címe, útmutató a visszaesés megelőző kockázatkezelési technikák alkalmazásához, gyönyörű neve van. Nem fogjátok teljesen jól látni, de bele mutatok nektek egy kicsit ebbe a munkafüzetbe. Van benne írás, logikus, nem? És akkor vannak benne ilyen kitöltendő feladatok. Ezeket ilyen mondatkiegészítéses gyakorlatoknak hívják. Itt talán még jobban látszik, hogy milyen izgalmas. És a másik munkafüzet is hasonló módon van felépítve, hogyha megnézitek. Mindennek a két munkafüzetnek az a célja, hogy segítsük a klienseket abban, hogy felismerjék ezeket a hiedelmeiket, meggyőződéseiket, gondolataikat. Számba vesszük őket, kilistázzuk. És
és aztán elindulunk egy ponton, elkezdünk ezekkel dolgozni. És ebben rendet rakunk. Megnézzük, hogy ez kell, ez nem kell, ide be kéne rakni egy újabbat. Most, ha megnézitek, én is mit csinálok? Tanítok, információt adok át. Ezek a munkafüzetek is tanítanak, információt adnak át. Ennek az a célja, hogy a te esetleges korábbi meggyőződéseidet kicseréld újabb meggyőződésekkel. Tehát, hogy ne azt gondold a leszokás kapcsán, hogy az a legfontosabb dolog, hogy arról kell beszélni, hogy mennyit igyak, mikor igyak. Vagy hogy elvonóra kell menni, vagy nem kell elvonóra menni. Nem ezekről kéne már beszélnünk, arról beszélgessél a szeretteddel, vagy önmagaddal, hogy mit gondolsz a fájdalomról, mit gondolsz az unalomról, mit gondolsz a párkapcsolatról, mit gondolsz a kommunikációról. És akkor már így látod, hogy egy kicsit így el is kanyarulunk a függőségtől, attól a tabu témától, amivel az emberek egyébként alapvetően nem is szeretnek foglalkozni, és olyan dolgokkal foglalkozunk, ami mindenkit érdekel, és amiben általában az emberek nyitottak és hajlandóak erről elgondolkodni. Egy utolsó kis záró gondolat vagy hasonlat, amit pont épp most ma mondtam a kliensemnek, úgy magyaráztam ezt el neki, közben itt lerajzolom, és akkor talán szemléletesebb lesz. Ugye az előbb már utaltam arra, ez egy gyönyörű rajz, itt dobozokat láttok, van 4 doboz, azt akartam mutatni. Ez a 4 doboz, mondjuk az egyik legyen a munka, a másik a magánélet, a szabadidő, az egészség. Ezekben a dobozokban vannak hiedelmeid, gondolataid, meggyőződéseid. Mikor kell orvoshoz menni? Ki számít egészségesnek, ki számít betegnek? Ki számít függőnek? Mennyi az annyi? Mit lehet, mit nem lehet? Akkor a családba beletartozik, mit gondolsz az apáról, mit gondolsz az anyaszerepről, mit gondolsz a gyermeknevelésről, 1 gyerekkel, 2 gyerekkel, 3 gyerekkel, fogadunk örökbe gyereket, nem fogadunk, milliónyi apró pici elemből tevődik össze, hogy kinek ebben a dobozában mi van. Ezernyi példát hozhatnék. Na most, a függőkkel, vagy hát nem csak a függőkkel, a legtöbb emberrel az történik, hogy sokszor ezek a dobozok kiborulnak egyszerre, és az asztalra kiömlik az összesnek a tartalma, és összekeveredik. És minden mindennel összefüggő módon alkot egy hatalmas káoszt. Azok az emberek, akik nem találnak ki önmagukból, azok az emberek, akiknek ezek a dobozai kiborultak. Ebben kell rendet raknunk. Összeszedegetni, szétválogatni, és megnézni, hogy ezek közül mi az, amit le kell porolni, mi az, amit érdemes kidobni. És eszembe jutott egy ilyen gyakorlat arra, ez főleg csajoknak lesz szerintem érdekes, hogy hogyan lehet azt megoldani, hogy az ember otthonából eltávozzon a sok felesleges lim-lom kacat. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, elég gyakori jelenség, hogy egy csomó dolgot összehordunk az életünk során, fönt a padláson, bent a gardróbba, amit már rég nem látunk. És csak gyűli foglalja a helyet. Valahogy ilyenek a gondolataink is, a hiedelmeink. Gyűlnek. Időnként kiborulnak, és kiborulunk, jön a káosz, nem tudom, hol áll a fejem, össze vagyok zavarodva. Hogy lehet ebben rendet rakni? Most maradjunk a lakás példánál. Ha valami a kezed ügyébe kerül, véletlen, egy régi könyv, akkor fogd meg, és rakd be egy dobozba, és csak hagyd ott. Vegyél egy dobozod, vegyél egy papír doboz, rakd bele. Ha a kezedbe kerül egy régi ruhadarab, fogd meg is rakd be a dobozba. Ha a kezedbe kerül egy régi telefontöltő, egy kábel, egy régi CD, pasiknak, tök mindegy, mi egy régi matchbox, akkor rakd be abba a dobozba. Ha egy hónap múlva abból a dobozból nem veszel ki semmit, azért, mert arra szükséged lenne, akkor azt a tartalmát dob ki, semmi sincs meg, nincsen szükséged. Minek tartogatod? 3 évig ott lesz a szekrényben, nem fogod soha többet használni. És akkor jönnek a gondolatok, de Dénes, hát hülyeséget beszélsz, mert azt mondtad, hogy könyvet rakjak bele és dobjam ki, de könyvet nem dobunk ki. Alapgondolat. Könyvet nem dobunk ki. Könyvet nem égetünk el. Mert a történelem során elégettek könyveket, és ez valami egészen elképesztő eretnekség. Közhelyes, egyszerű úta példa. Ha nem tudsz mivel fűteni, ha nincs fa, nincs semmi, de van egy csomó könyvet, befűtesz vele, vagy nem? Én biztos, hogy befűtök vele. A kedvenc könyvemet, a bűn és bűhődés minden további nélkül elégetni. Mit érdekel engem, hogy ez egy könyv? Meg fogok fagyni, hogyha nem égetem el. De milyen érdekes is. Így köt a függőségünk, hogy bizonyos dolgokat nem vagyunk hajlandók másképp gondolni. Dénes, könyveket nem égetünk el.
Ha a világ vége beüt, akkor sem, a könyv a szent, nem lehet elégetni, nem lehet. Mert ezt tanultam otthon, vagy ezt mondták. Valaki egyébként pont nem érdekel a könyv, valaki másra mondja ezt. De, tehát ugye itt is bekapcsolt az, amit magyarázok, hogy berakod a dobozba, de dob ki. De hát vannak régi fotók, régi emlékek, azokat nem dobom ki. Mikor nézted meg utoljára a régi fotóidat? Érdekes sztori jut eszembe erről. Az egyik kliensem mondta azt, hogy nem nagyon szokta a szüleinek a régi fotóit nézni. Nem nagyon tudja, hogy gyerekként hogy néztek ki a szülei. Azt mondta, hogy őt ez nem érdekli. Csak ez nekem egyből szöget ütött a fejemben. Gondolat, nem érdekel engem, hogy hogy néztek ki a szüleim. Szedjük ki ezt a gondolatot, rakjunk be egy helyére egy másikat. Érdekel, hogy a felmenőim milyenek voltak. Milyen ruhákat hordtak, hogy voltak a fotón beállítva, egyedül, stb. Volt ott valaki más, mert akarom ismerni a gyökereimet. És felajánlottam neki ezt a gondolatot, és felrajzoltunk egy kis családfát, és most elindult abba az irányba, hogy ő feltérképezi, hogy ő valójában honnan jött, mert korábban ez nem érdekelte. Tehát igazából a leszoktatás az lényegében erről szól, amikor egy klienssel dolgozunk, nem arról beszélgetünk, hogy mennyit igyál, mennyit ne igyál, hanem vezetjük őt a saját élményvilágában. De ezt te magaddal is meg tudod tenni. Tehát legközelebb, amikor kijelentesz valamit, ez a trükk, vagy egy szeretet kijelent valamit, hogy ez már pedig így van, akkor kérdőjelezd meg. Elmondanád, hogy miért gondolod ezt? Ne azt mondd, hogy ez hülyeség, vagy ne azt mondd magadnak, hogy hú, nekem más kell gondolnom. Tedd fel a kérdést, miért gondolom ezt? A másik, kitől tanultam? Honnan vesz? Honnan ered? Ki mondta nekem ezt? Olvastam valahol, mondta az apukám, mondta a nagyapám. Mondok egy példát, nagyon most pont eszembe jutott egy kliensem. A férfi ember nem kér segítséget. A férfi ember nem sír, mondta az ügyfelem. Mondom, ezt biztos régről apádéktól tanultad. Én azt gondoltam, mert ugye szoktuk mondani, hogy általában az ilyen dolgokat ugye az emberek egymástól, vagy a szüleiktől szokták tanulni. És akkor rákérdeztem, és azt mondom, dehogy nem, ezt a regényekből tanultam. Képzeljétek el, egészen megdöbbentő és izgalmas volt számomra, hogy van egy férfi ember, aki úgy gondolja, hogy a férfiak nem sírnak, mert olyan regényeket olvasott, amiben a férfi macsó. Már így épülünk föl, pici, apró elemekből, adatokat gyűjtünk, szedünk össze a világból. Kérdés tehát, ugye onnan indultunk, mert most már befejezem, mert hosszúra nyúlik. Ugye úgy volt a kérdés, csak is puskázom, hogy miért van az, hogy a függők nem engedik el a függőségük tárgyát. Nem ők nem engedik el, hanem a gondolataik szövevényes, összefüggő rendszere megkötözi az ember, és lehet, hogy egy ponton belenyúl és kicserél egy gondolatot, tehát mondjuk azt mondja, hogy most már nem jó nekem a pia. Korábban ezt gondolta, de ott van még 30 másik olyan gondolat, ami keresztbe fogja vágni azt, hogy ő le tudjon szokni, vagy keresztbe fogja vágni azt, hogy te segíts, mondjuk valamelyik hozzátartozódnak, jó? Tehát kijelentesz valamit, valaki kijelent valamit, játsz, ez egy jó gyakorlat. Valakivel beszélgetsz a munkahelyen, és mond valamit. Kérdezd meg egyszerűen, hogy ezt te miért gondolod így? Ne szállj bele vitába, akard megérteni, hogy ő honnan veszi. És kérdezz rá arra is, hogy kitől hallottad ezt, mi bizonyítja, hogy így van, esetleg mi bizonyítja, hogy nincs így, és rá fogsz jönni arra, hogy milyen elképesztő ereje van ezeknek a hiedelmeknek és meggyőződéseknek. No, hát ezeket a gondolatokat hoztam nektek mára. Elképesztő mennyiségű komment, és nem volt időm reagálni ezekre. Hálás vagyok, hogy alkoholista vagyok, pedig egy józan, függőnél szerethetőbb, jobb ember nincs. Ez tetszik, ez szép. Na, figyeljétek meg a kommenteket. Kijelentések. Bocs Gábor, hogy most pont a tiédet szúrtam ki, félre ne érts. Egy józan függőnél szerethetőbb, jobb ember nincs. Nagyon markáns kijelentés. Mi bizonyítja, hogy igaz? Mi bizonyítja, hogy nem igaz? Hol van az igazság a kettő között? Miért gondolod ezt, amit mondasz? Nem ismerlek, nem tudom a sztoridat.
Nekem tetszik józan függőként ezt gondolni önmagamról. De akkor ez innen ered. Értitek? Tehát nézzétek meg utólag a értéktelennek érzi magát az ember. A legmélyebb meggyőződésem az volt, hogy engem nem lehet szeretni. Remek alap volt az önsajnálathoz. Zsolti, nagyon jó példa. Meggyőződés. Engem nem lehet szeretni. Honnan ered? Kitől tanultad ezt? Ki mondta? Érdemes, bár lehet, hogy te már valószínűleg erre a választ. Ezek a munkafüzetek érdekelnek engem is. De te is güggő vagy, anuva függő, ezt nem egészen értem, csóró, érdekel engem is. Wow, sok-sok komment van, majd át fogom böngészni ezeket a hozzászólásokat. No, nagyon köszönöm a figyelmet, meg fogom osztani ezt a live videót, újra megtalálhatjátok, vissza tudjátok nézni. Nagyon örülnék annak, hogyha minél több emberrel megosztanátok, lájkoljátok, osszátok. Miért hangsúlyoztam ezt most így ki? Fél évvel ezelőtt soha nem kértem volna ilyet videón. Mert úgy gondoltam, hogy ilyet nem kérjük. Utána néztem, nézegettem, és aztán végül úgy döntöttem, hogy most ezentúl kérni fogom. Megváltoztattam egy meggyőződésemet, egy hiedelmemet, elképzelhető, hogy fél év múlva már nem fogom kérni. No, sziasztok, mindenkinek szép estét, jó gondolatgyűjtést, jó megkérdőjelzést mindenkinek, sziasztok, szép estét! Olvasgatom a kommenteket. Á, most akkor itt felolvasok még egyet, úgyis láthatjátok egymásét név nélkül. A saját dobozomban akkora a káosz, hogy leblokkolok, és úgy érzem egyedül, és segítség nélkül nem megy a rendezés. Mit gondolok a segítségről? Mit gondolok arról, hogy mi az, amit egyedül kell megcsinálni, és mi az, amihez külső segítséget kell érni? Honnan erednek ezek a meggyőződéseim, ezek a tapasztalataim? Milyen élményeim vannak az egyedül léttel kapcsolatban? Milyen élményeim vannak azzal kapcsolatban, hogy korábban segítséget kértem? Oké? Mit gondolok a káoszról? Mit jelent számomra a káosz pontosan? Jó? Mit jelent számomra a rend? Ezek úgy tűnik, hogy játék a szavakkal, de nagyon fontos. Ha ezekre megtalálod emőke a választ, akkor sokkal-sokkal előrébb tudsz lépni. Mik vannak még itt? No, sziasztok! Jövő héten találkozunk. Szép estét mindenkinek!